nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9.990 forintért a Service 4+ programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége ifjabb Tóth János, hétszeres abszolút magyar bajnok, rally versenyző. Szervusz, üdvözöllek! Mindenki Janikája, ugye? Újra versenyzel 3 év után, lement 6 OB futam, az abszolút összetettben a 3. helyen állsz. És nagyon röviden így elmondtam akkor, ugye, a történéseket. De a száraz adatokon túlmenőleg azért nem ennyire egyszerű a helyzet. Ha megengednéd, térjünk meg kicsit vissza oda, hogy mi volt, miért kellett ezt a 3 évet kihagynod? Miért döntöttél akkor úgy, hogy kész befejezted? Hát ez egy kicsit összetett dolog. Két dolog motivált. Az egyik az, hogy ez 2011 év végén volt. Azt láttam, hogy olyan srácok ellen kell versenyeznem, akik sem a technikai, sem a versenyszabályokat nem tartják tiszteletbe. Uh-huh. Ez nem volt számomra egy jól eső dolog. Annak ellenére, hogy elismertem ezeket a fiúkat, tényleg ügyesek és gyorsak, csak hát ugyanúgy, mint a fociban, hogyha a lesből rúgsz egy gólt, azt nem adja meg a játékvezető. Hát vannak játékszabályok. De ők értek azzal a lehetőséggel, hogy ők megtehették, nem? Igen, mert a szabályozás és az ellenőrzés sem volt teljesen jó. Tehát nem működött sehogy. És úgy gondolták, hogy a cél szentesíti az eszközt. Igen. És olyan dolgokat vettek igénybe, ami az én sport mentalitásommal nem fér össze. Igen. Ez egy picit elvette a kedvemet. Plusz akkoriban egy Peugeot 207-esen versenyeztem, ez egy szívó motoros autó volt, szuper 2000-es kategóriájú, és ezzel az autóval nem tudtam jól menni, nem tudtam annyit kihozni belőle, mint a régebbi turbós kocsikkal, és azt gondoltam, hogy ha én ebben nem tudok fejlődni, és nem tudok maximum menni, akkor inkább tartsunk egy kis pihenőt, uh-huh. És aztán akkor már tudtuk, hogy lesz egy új Peugeot versenyautó, egy turbós, egy 1.6 turbó, a 208-as, és próbáljunk abból kihozni a legtöbbet, vagy azzal újra visszajönni majd a bajnokságba. Akkor tudatosan vártál addig, míg nem készült el az autód? Hát igen, tulajdonképpen a tudatos várás az 2 év volt, de plusz 1 évet rá kellett tudnunk, hogy tavaly már bemutatták ezt az autót, igen. Nem tudtuk összehozni a támogatói hátteret. Szerettünk volna már tavaly is ez az autóval debütálni Magyarországon, de nem volt elegendő jó, pénzünk. Csak tudod, biztos úgy jöttek vele, hogy jó, most mi a garancia, hogy meg lesz az autó, valóban el fogsz indulni. Tehát gondolom mindenki azt várta, hogy akkor ott legyen kézzel fogható az autó, tehát minden meglegyen, nem? Kicsit hát, nehezíthette a dolgot is, hogy végül is akkor mi csak gyártás alatt volt az autó. Igen, de tudtuk már, hogy 2014-ben rajtóz fog állni, 2013-ben egész évben az jó, autót ti tudtátok, de egy támogató, egy szponzor, az nincs úgy benne. Igen. Biztos ez is egy kicsit közrejátszott. A lényeg az, hogy tehát plusz 1 évet még ráhúztam, és akkor azt gondoltuk, hogy meg kell próbálni ezt a 2015-öt. És akkor gyakorlatilag szerencsésen alakult így éveleje, és összeálltak a támogatói pénzek. Akkor egyszer sem fordul meg a fejedbe, hogy abba hagyod, kész, végé befejezted? Nem. Hát tehát az, hogy komolyan csinálsz egy dolgot, azt gondolom, hogy van egy határ, amíg ezt tudod csinálni, amíg van motivációd, amíg van kedved versenyezni, igen. Jó beülni a versenyautóba. Csak azt hiszem, abban az időszakban volt az, hogy elmaradt az Eger Rally, ugye? Vagy valami. Tehát voltak ilyen igen. Nagyon kínos szituációk. Az 2012-ben. Tehát az első kihagyott igen, évben igen, igen. Azért mondom, tehát igen. Az ember ugye ezt látja, nem versenye, és látom, hogy hogy működik, hogy nem igen. Működik, akkor az ember
Ezért kérdezem, hogy elgondolkodtál azon, hogy akkor van-e értelme várni? Hát ettől még nem. Ezek szervezési problémák vagy jelentétek a szövetség és a rendező csak között. Csak hogy ez fokozódott tovább az egész. Voltak problémák, de aztán új elnökség lett, új szakágvezető. Azt gondolom egyébként, hogy az új elnökség az dolgozik, tényleg látni, hogy akarnak valamit csinálni. Vannak jelei a fejlődésnek, a tovább lépésnek, a jövőnek. Nyilván a szakákban nem minden történik még tök jól, de van egy tendencia, van egy törekvés arra, hogy ezek kisimuljanak. És akkor most hogy vágtatok neki? Úgyhogy csak 2015-ben, vagy akkor hosszú távon versenyző? Őszintén szóval erről nem beszéltünk. Ez egy februári történet. Erről egy év, mindig egy év egyébként általában így a tervezhető időszak. És jó, de hát most már szponzorok szempontjából is, mert azért már most el kell kezdeni szervezni 2016-ot, nem? Persze, és nagyon sok volt a kérdőjel. Kérdés volt például, hogy tudok-e elég gyors lenni, hogy egyáltalán tudom ezt az autót jól vezetni. Tudok harcolni az első helyekért, vagy esetleg csak negyedik, ötödik. Tehát itt voltak azért kérdések. Most lement ez az év, de még mindig nem teljesen, mert egy futam még hátra van, ez még egy fontos verseny számunkra, vagy számomra. És azt gondolom, egyébként egy ilyen nagyon lassú, óvatos tervezés van, de még semmi konkrétumot nem lehet tudni. Ugye, ahogy mondtuk, ugye abszolútban harmadik helyen vagytok, és fehérvári futamot meg is nyerted, tehát nem csak a dobogó valamelyik fokán álltam, a dobogó tetején is álltatok, ugye Szőke Tamással, a navigátorral. Akkor nem érezted úgy, hogy akkor jó úton járunk, akkor csináljuk tovább? Hát azért egy pillanatra éreztem ezen a futamon, igen. Az tényleg egy jól sikerült verseny volt. Első nap Murván versenyeztünk, második nap aszfalton. Murván vezettük a futamot, gyakorlatilag a harmadik gyorstól. Aszfalt az olyan 80%-os a sikeredet, de azt nagyjából tudtam is. De ettől függetlenül volt annyi előnyünk, hogy meg tudtuk tartani az első helyet. Aztán utána elmentünk a Veszprém Rallyra, ami egy murvás futamunk, és ami nekem, hát nem is egy kedvenc futamom, de szeretem. Szeretem a Veszprémet. Lőtereken zajlik, keskeny erdei szakaszokon, tehát olyan ízig-vérig rally futam számomra. És ott mindjárt második gyorson, hát az első gyors nem sikerült, és a második gyorson beestünk úgy a gyárokba, hogy nem tudtunk kijönni. És most azóta egy picit keresem a helyem, tehát így most van egy kis problémám saját magammal is, és várom, hogy mikor jön az idő, amikor átesek a holdponton. Akkor Aradon is ezért voltál egy kicsit úgy zavarba magaddal a murvás részen, hogy most mennyit lehet nyomni, hogy nyomjam? Persze. Egyrészt nagyon bizonytalan vagyok még az aszfaltos részeken, ahol múlva kihordás van. Tehát ott nem tudom a mértékét, hogy mennyire kell lelassítanom. A tipikus például, amikor nem bízod az autóba, magadba, a gumiba, meg nem ismered eléggé a pályát. Egyrészt ez volt egy nagy problémám, másik meg az, hogy 1995-ben versenyeztem utoljára ezeken a szakaszokon, akkor sem ebbe az irányba, hanem ellenkezőleg. Tehát itt ennek valahol ki kell jönni, hogy a többiek mennek évről évre ezeken a szakaszokon, én meg nem, mert nyilván ott van egy előny, de ez már jövőre nem lesz előny. Ha jó, de hát így is második lettél Aradon. Második lettem Aradon, de azt tudni kell, hogy nagyon nehéz feltételű verseny volt, és nagyon sokan kiestek balesetnek. Jó, de hát ez ezzel jár. Igen, ez a rally. Így van. És akkor most egy hétszeres abszolút rally bajnoknak kellett még ez a visszatérés? Jó elesik? Tehát úgy belül a lelkednek. Mit érzel? Jó, persze, versenyezni jó. Jó dolog, én imádok verseny. Jó, csak nem félsz attól, hogy a Nimbusodat esetleg csorba éri? Hát ez benne volt a pakliban, amikor ezt februárban elkezdtük ezt a projektet. Ez egy feladat, tehát nem érzem azt, hogy olyan top formában lennék. Nyilván ezért is van, hogy sokszor nem tudunk harcolni az első helyért. Nem is látom, hogy ez az autó problémája lenne, hanem inkább az enyém. Tehát nekem kellene egy picit még olyan vagányabbnak lenni. Vagy ez olyan... a könnyebbik egyébként, hogyha a sofőrrel van a probléma, mint az autóval? Melyiken hát könnyebb állítani? Azt mondanám neked, hogy egyik nehezebb, mint a másik, de
az autó kezd kiforni. Egyébként nem volt egy egyszerű, tehát nem egy egyszerű autó. Még az Eger Rally után, tehát az Eger Rallyra kaptam egy felkészített autót, ami szuper, és utána a következő versenye mindent átállítottunk rajta, mert egyszerűen nem működött. Tehát ilyen. De ezen lehet, tehát van ezerféle lehetőséged egy autónál. A versenyző az a nehezebbik része a dolognak, mert fejbe kell rendbe raknod a dolgokat. Ez is ugyanolyan időigényes. Még egy autót megépítesz, vagy beállítasz egy futamra, vagy egy bajnoki sorozatra. Berősdásodott belül egy kicsit a történet? Kicsit elkényelmesedett, vagy mi történt? Egyszerűen az érzéseket kell, hogy megtaláljam. Tehát nem felejtettem el autót vizetni, nem erről mondani, van szó. Csak azt mondani, pont ezek az érzések azon általában azt szokták mondani egyes pilóták, hogy visszajönnek azonnal. Szintén, hogy belül az ember az autóba, és úgy visszajön. Akkor neked hát, úgy nem jött, úgy vissza. Kérdés az, hogy mekkora szünet, az 3 év nagyon sok. Tehát a 3 év alatt a többiek mentek 2500 gyorsasági kilométert, én meg semmit. Tehát ki lehet jönni a gyakorlatból, ki lehet esni. A kérdés az, hogy ez mennyi idő alatt jön vissza. Egyébként most már várom azt a pillanatot, amikor úgy összeáll minden, és működik a dolog, már kellene, hogy jöjjön. Úgyhogy kicsit korait kérdeztél. Meccsek rally után tudok erről beszélni, hogy berosdásodott-e vagy nem. Lehet, hogy a meccsek rallyn fogsz robbantani? Hát persze. Hogy érzed? Lesz egy hosszú tesztünk szeptember végén, 2 héttel a verseny előtt, plusz még a meccsek előtt is. Szerintem ez elég lesz arra, hogy rendbe tegyem magamban a dolgokat, és egy újult erővel egy új... És akkor jó érzéssel fejezitek be 2015-öt, és akkor... Igen, mindenképp ez egy cél lenne, igen, és aztán utána meglátjuk, hogy mit az 2016. Akár a magad, akár a csapatod, vagy akár a támogatók részéről volt-e valami helyezésben megfogalmazott elvárás? Ugye az első 3-at tűztük ki célkitűzésnek év elején. Nyilván volt olyan pillanat az évben, amikor második helyen voltunk, és még lett volna szansunk esetleg egy picit még versenyezni a Herzig Norbival az év további futamain, de hát akkor csináltam egy hibát, és feladtuk a versenyt, tehát nulláztam, és akkor ez elúszott, és innentől kezdve már a második, harmadik hely az, amit meg tudunk szerezni. Hercigék nyerik akkor a futamot? Most a bajnokságot idén? Igen, Norbék már megnyerték a bajnokságot. Kivel futtak itt a második, harmadik helyért? Kivel harcoltak? Kazár. És hátulról valaki esetleg? Igen, hát ebből a harmadikból lehet még negyedik, tehát ha mondjuk nullázunk Pécsen, akkor megelőzhetnek minket. Botkáik, kik vannak most? Azt hiszem a Balogh Janiék. Balogh Janiék. Tehát akkor hátra is néha figyelni kell. Persze. Ez benne a szép, hogy meg kell nyerni a versenyt, plusz még nem is szabad hibázni, ez egy extra kihívás. És abszolút lecsúszol a dobogóról, lecsúsztok. Akkor lehet, hogy átíródik minden? Hát tudod, ezt most így nehéz, nehéz megjósolni. Bármi előfordulhat, persze. De hát most újra bele szagoltál a benzingőzbe. Így van. Ezt szerettem volna mindenképp kipróbálni, ezt az új 208-as Peugeot. Egyrészt ez egy új kihívás, másrészt meg úgy gondoltam, hogy turbomotorral talán könnyebb lesz, és jobban tudok majd versenyezni. Nem akartál inkább egy EB futamokon részt venni? Vagy az érdék részt vesznek? Azt nem érzem, hogy 3 év kihagyás után vagyok egy olyan formában, hogy én külföldi gyorsasági szakaszokon jó teljesítményt tudjak nyújtani. Ott nem ismered a pályát, ott itinerből kell menned, mehetsz a 3-at vagy 4-et maximum. Igen. Azt eleve nem tartottam volna esélyesnek. 1+2 a támogatóink a magyar piacon érdekeltek. Magyarországon kell a partnereknek kell a promóciót csinálni. Már csak ugye egy van hátra, de akkor méreget még ne vonjuk akkor, ugye? De ezt meg lehet állapítani, nem, hogy végül is akkor jól döntöttél, hogy visszatértél, jól érzed magad az autóban. Igen.
Jó, hát az előbb elmondottak, oké, ez persze. Mert nincs még meg az a bizalom, nem tudok más szót erre, nincs még az a bizalom az autóval szemben, hogy én ezzel az autóval bármilyen körülmények között gyors tudjak lenni a kanyarokba és a féktávokon. Amikor ez kialakul, ez megvan, tehát átesek a holdponton, onnantól kezdve jól fog működni minden. Most nem működik teljesen jól minden. Jövőre is ez maradna? Hát a rajtozálunk persze. Ugyanaz. Akkor nem lehet azt mondani, hogy akkor kukába. Hát de nem is kell, hát ez egy jó autó, csak meg kell tanulni kezelni, meg vezetni jól. Tehát ez, én értem. Ez egyre jobb csak ez az mi autó. Mi van, hogy olyan autót keresnek, ami azonnal passzol hozzád? Vagy ilyen nincs? Tehát olyan, hogy ide hozzák és jól tudsz vele menni. Én azt mondom, hogy jó adottságú autó van. Tehát egy alapban már egy jó adottságú autó van ilyen. Létezik. De azon az autón is egy csomó változtatást kell végrehajtani, hogy jól is érezd magad benne. Lehet, hogy elsőre sikerül, de erre kicsi az esély. Tehát ugyanúgy be kell állítani a stabilizátorokat, lengéscsillapítókat, rugókat, hajtást. Igen. Ugyanúgy. Egy nehezebben kezelhető autó, vagy egy rosszabb adottságú autóval sokkal több feladat van, meg sokkal több problémát kell megoldanod. Nem csak az autót kell jól beállítanod, hanem magadhoz is az autót, és ez dupla probléma. Milyen érdekes, hogy a Peugeot, a csapat is minden maradt a régi. Tehát ennyire ragaszkodsz a jól bevált dolgokhoz egyébként az életben? Peugeot Hungáriával 2000 óta dolgozunk együtt, kisebb-nagyobb megszakításokkal, mert 2004-ben azért kihagytunk egy szezont, de gyakorlatilag igen, ez jól működik, sok segítséget kapunk a Peugeot-tól, nem csak Magyarországról, hanem Franciaországból is, ez tud működni jól. És ha működik, akkor azon nem változtatsz, nem ugrálsz egyik helyről a másikra. Se a csapat, semmi. Navigátor? Ő nála? Szőke Tomival ültünk össze ebbe az évben. Ő kétszeres rally bajnok. Tehát valamennyi tapasztalata van. Az, hogy jól is tudjunk együtt dolgozni, ahhoz azért kell egy pár futam, vagy kellett egy pár futam. Azt gondolom, hogy még mindig vannak kisebb-nagyobb problémák, ami egyébként lehet, hogy mindenkinél van. Azért azon kell dolgozni, hogy ezek megszűnjenek, és akkor egy jó harmóniába tudunk majd együtt dolgozni, és akkor jók is lesznek a gyorsaságok. Jövőre is? Tamás, vagy ez még ez? Én azt gondolom egyébként igen. Tehát ha lesz jövőre projektünk és indulunk, akkor igen. Végül is azt úgy fel lehetne fogni, nem? Hogy ezt az évet zárjátok a harmadik helyen, ez volt a bemelegítés, és akkor 2016-ot megnyeritek. De. Igen, egyébként ez lehet egy cél, vagy egy terv, és ennek van is valami metodikája, tehát így ezt... És realitása is lenne, nem? Azt mondja, az autó az igen, jó, igen. Csak neked kéne egy kicsit. Igen, én azt gondolom, hogy az autóval egyébként lehet nyerni, vagyis fogalmazunk egy kicsit finomabban, hogy lehet harcolni az első helyre az autóval, és aztán, hogy nyersz vagy nem, az nagyon összetett. Így van, így van. Gumiválasztás szerencse. Minden más. Van már egy év tapasztalatunk, gyakorlatilag jövőre is ugyanezeken a szakaszokon fogunk menni. Tudjuk, hogy idén mit rontottunk el, hol tudunk javítani. Tehát ez egy jó alternatíva. Szurkolók, mennyire jöttek vissza? Mennyire felejtettek el? Sokan szerintem sok régi szurkolót vissza tudtunk így hozni a pálya szélére. Főleg a Veszprém Rallyn láttam ezt nagyon. Ahol pont ki is estünk, mondom, nagyon örültek, hogy nagyon jól teljesítettem. Bosszantod már csak a szurkolók miatt is? Hát nem, persze a szurkolók miatt is, de legfőképp magam miatt, hogy miért kellett ilyen hülyeséget csinálni. Vannak azért, hála Istennek, én azt gondolom, hogy egy táborunk van, egy szurkoló táborunk van, és szerintem azok maradnak is. Csak azért, mert ugye az elmúlt években azt lehet hallani, egyre kevesebb a nézőként a pálya szélén. Ezért voltam kíváncsi arra, hogy a egykori híres nagy fanklubod, ugye a szurkolói fanklubod, az most mennyire csappant meg? Hát nyilván megcsappant. Tehát, volt egy korosztály, aki ezekben a 2000, 2002, 2005-ös időszakban
minden rali versenyen ott volt. Most nyilván ők már kiöregedtek, vagy más, nem az, hogy kiöregedtek, idősebbek lettek, másnak van potenciája, igen, már lehet, hogy családi életet élnek, és nincs utánpótlás, tehát szurkolói utánpótlás. És egy picit a gazdasági válság is rontott ezen a helyzeten, tehát tény, hogy kevesebben vannak. Egy Eger rali, egy Miskolc rali az mindig nagyon jó, meg Pécs, de egy picit azért a nézőszám megcsapan. És a pilóták milyenek? Jobbak? Rosszabbak? Nem változott semmi? A pilóták egyre jobbak, mert évek óta egy autóval versenyeznek, mindig valami... Kicsit variálnak? Persze, kicsit variálnak, ami velem dőlnek meg, és akkor picit, egyre gyorsabbak, igen, egyre jobbak, egyre jobban be tudják állítani az autót, egyre jobban ismerik a szakaszokat, és így tudnak a maximumon relatíve versenyezni. Akkor érdekes a verseny? Izgalmas? Én azt gondolom, amikor mindenki versenyben van, és mindenkinek sülnek a dolgok, akkor igen. Tehát akkor egy gyorsaságin ott vagyunk, egy-két másodpercen belül, három másodpercen belül, négyen, öten. Tehát ez tök jó. Tehát ettől van nézettség, ettől van izgalom, ettől beszélnek róla a hétfőn, hogy mekkora verseny volt, miért csatáztam. Tudtok még az autókkal olyat produkálni, mint régen? Farolások, meg nagy hangzavar, ami ugye nagyon tetszett, ezek a látványos sók, tudod, ezek nagyon kellettek a szurkolóknak. Egy kicsit átalakult ez is. Hát onnantól kezdve, hogy a VRC-ket kitiltották a nemzeti bajnokságokból, akkor már egy picit, ettől is mentek el emberek egyébként, nézők. Most ugye, csak zárjál, ugye, Forma 1-en is gondolkodnak, hogy újra módosítják, újra visszaadnak egy kis decibelt, ugye, ha mégis csak hagysz olyan hangosabban, mert a feeling az kell. Igen. És sajnos ezek az autók nem, tehát az autóknak a fejlesztése nem arra ment el, a nemzeti bajnokságok autóinak a fejlesztése nem a hang és nem a teljesítmény, hanem inkább vesznek el mindenből egy picit. Elsősorban a költségek miatt. Ez ezért van. Ez e felé tendálódik a világ. Tehát ez alól mi sem vagyunk kivételek. Vannak olyan országok egyébként, ahol van is pénz, van is támogató ralliban, mint például Szlovákia. Ott mehetnek a VRC-k. De talán most itt a közelünkben nem tudok mást mondani, más országot. De akkor ezzel csak másképpen kell autózni, tudtuk autózni, mint a VRC-kkel. Hát úgy nem tudom, de a VRC-kkel persze. Tehát a szurkolóknak van egy kis hiányérzetük. Így van. Tehát ezek a csúsztatásos, erőcsúsztatásos kanyarodások, ezek egy picit lecsökkentek, a visszafordítós kanyarokba tudsz egy picit kézifékezni, de ott sem mindig, mert annyira kicsi tartományban működik az autónak a motorja, hogy mindjárt lefullasztod, befullad, és aztán utána elcseszed a... Igen, ez egész. Kimenet. Igen. Hogy fogadtak a szurkolók az első versenyedem? Én azt gondolom, hogy tehát örömmel. Tehát én csak jó példát tudok erről mondani. Tényleg a szervizparkban is, annak ellenére, hogy már a hetedik gyorsaságon kicsúsztunk, és benn voltunk 6 percet. Tehát folyamatosan nyílt szét a tömeg, mikor mentünk be a szervizparkba, tehát vártak, autogramkártya, poszter, és mi beszélgettünk egy picit, tehát így csak jó élményeim vannak ezzel kapcsolatban. Jövőre Bennyik is beszáll a párharcba? Örülnél neki? Igen, tehát a Balázsnak nagyon, tehát ő egy jó pilóta, egy többszörös bajnok. Jó, amikor ilyen arcok visszajönnek. Tehát van egy támogatói része is van, de van egy szurkoló tábora, akik őt nagyon szerették, és most Veszprémbe indult, és lehet, hogy még Mecsek Rallin is fog menni. Úgyhogy mindenféleképp jó. De az nem, hogyha teljes bajnokságban indulna, akár csak te is, akkor persze, élesben lehetne versenyezni. Persze, hát minél több a bajnok aspiráns, annál nagyobb a verseny, annál nagyobb az értéke is, hogyha tudsz nyerni. De te nem tudod, hogy most hogy döntött, hogy folytatja, nem folytatja. Nem hallottunk erről semmi hírt. Én május körül olvastam róla egy interjút, hogy fog menni a Veszprém Rallin, amit ahol ment is, és esetleg Pécsen. Akkor nem tartjátok a kapcsolatot? Hát úgy nem beszélgetünk egymással.
de jó viszonyban vagyunk. Mikor összefuttok a pályán. Jártál ki annó a versenypályákra, amikor éppen nem versenyeztél abban a szűk három évben? Nem. Nem jártam. Szándékosan? Ne, igazából úgy nézni nem nagyon szeretem. No. Nem. Tudtam, tehát tisztában voltam az eredményekkel, nézegettem, azért így verseny közben ránéztem mindig, hogy hogy áll a futam, tehát ezzel foglalkoztam, de nem. Egyszerűen nem volt ingerencia. Féltél attól, hogy esetleg elkap a vágy? Ja nem, dehogy is, nem. Hogy nem lehetsz ott? Nem ez miatt, csak egyszerűen nem köt le, ha nézem, tehát ennyi. Akkor az zárásként akkor jön a Meccsek Rally, ugye? És akkor, ha jól tudom, akkor ugye abba állapodtunk meg, hogy akkor most ott robbantasz egy nagyot. Hát ezt nem állapodtunk meg, ebbe csak próbálunk. Tehát próbálunk azért gyorsabban menni, mint eddig egy picit. Azért is lehet érdekes egyébként, mert jövőre RC futam lesz, vagy lehet a Pécs, és azért ott az RC élmenők között menni, az mégis egy jó dolog, úgyhogy már van egy tapasztalatod. Igen. Az autóval, egy futamot megcsináltál idén. Ez lenne most a feladat, ezt próbáljuk jól teljesíteni. Erre hogy készülsz? Utolsó futam. Lesz egy hosszabb tesztünk szeptember végén, ahol reményeim szerint minimum egy 100 kilométert tudok majd teljesíteni. Én azt gondolom, hogy ez egy jó alap lesz a Meccsek Rally előtt. Autó rendben van? Autó rendben van, ami érdekes lehet, az időjárás majd szerintem a meccsekben, mert október 14 a futam, és akkor azért már eléggé sanszos az eső, esetleg kicsit esik, nem tudni, akkor a gumiválasztásnál... Most itt ki tudja ezeknél a mostani időjárás viszonyoknál, hogy mi lesz akkor, igen, ugye? Igen. Nehéz. Tehát ez egy külön nehézség ennek a futamnak, ez a specialitása. De hát ezt is meg kell oldani, rally versenyzők vagyunk. Biztos, hogy megoldod, és az a kérdés, hogy hogyan kiderül, figyelni fogunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. További sportosat.